Üten a sorfalban. 86. perc. A Bárdi a labda mögött. Bárdi a rövidre, gól! A 86. percben Bárdi 12. találatával megint vezet az Újpest. Na nézzük csak, ott volt egy Újpest is. Igen, szétnyílt a sorfal, ahogy fölugrottak a haladási játékosok, ezt mutatta Halmos is. Láncafáme megtorpan, folytik, Láncafáme mehet, az így megint helyzet, Láncafáme négyét lépős, jó, de nagy gól! A gólpasszát követően Láncafáme találatával már vezet a Kispest. Az volt a hibája Folytiknak, hogy megtorpant, így Láncafáme lendületből mehetett. És a nyolcadik átlépést követően, ami néhány percek korábban jobban nem jött össze, az az, hogy elcsavarja, eltekerje hosszúba, az most ballal igen. Óriási gól! Barát! Eppel! Még egyel tovább! Gólhelyzet! Még egyel tovább! És ott a kötődik! És ez azt jelenti, hogy 5-2 lesz a vége a mérkőzésnek! Még egyet hozta a végén lő, és ez azt jelenti, hogy ő 3 góllal fejezi be ezt a mérkőzést. Voltak nagyon komoly pillanatok, amikor közel állt a Debrecen akár az egyenlítéshez is. Összességében azonban azt gondolom, hogy maximálisan megérdemeltek győzött a Honvéd. Hozták a kötelezőt egy nagyon nehéz mérkőzésen. A mellett megtartja, ezzel pedig mehet még stopira. Középen csak Négó érkezik, na meg Moldávéd. Ott a felszabadítás, Csepovics lőhet 3-0. Óriási gól Csepovicstól. Látom mellé a góllövőlista első helyére. Mólit rossz helyre rúgja ki a labdát, nem jönnek vissza időben az újpesti védők. Csepovicsig jut csak a labda, itt megnézi a hosszú felsőt. Kiváló mozdulattal eltekeri. Ugrai tovább, Fülöpnék, még egy lövőhelyzet akár, Fülöp kiugrainak. Ugrai, még egyet tol, most lő, és gól! Na, megvan a Diósgyőri szépség tapaszt is a végére. Ha már benn marad a Diósgyőr, góllal ünnepli. Ugrai lőtt óriási gól a levegőben. Ugrai addig tologatott, még végül csak elvinte. És Danilovics. Hát most már azért a debreceniek sem úgy álltak oda valószínűleg. Vágta ki oldalra. És ez egy szép megmozdulás, az lövőhelyzet Csiki csinál egy lövőcset, alányul a labdának, gól! Az 55. percben egyenlít a gyilkot. És milyen szép gól volt! Itt még egyszer nagyszerűen csinálja Szalánszki. És aztán Csiki egy remek lövőcset után átemeli nagyot. Újabb látványos gól a mérkőzésen. 1-1. Dani. Lövésre Lovrencsicsnek, nagy lövés, óriási gól! 2-0! Lovrencsics első bajnoki gólja a Ferencvárosban. Cserragorra, ez látható. Itt van Bognár, aki nem befelé teszi, hanem keresztbe, és elmozdul a kapus jobbra. Picit bizony irányt változtatott a védőt. Itt kantán pattant meg a labda. Sarokkal tovább, gól! Pusai micsoda góllal egyenlít! A 68. percben 2-2 volt itt ezzel a velvinden, ilyen gól volt ez! Pusai előrén tudott a beadás, és a tartozás jelentőségben Pusai a szép perdítés Valentertől. Bobál mehet a bal hátvéd a 16-oson belül. Bobál, ő is cselezget. Bobál lövi el, óriási nagy gól! 3-1, és ezzel valószínűleg eldőlt a mérkőzés. Láncafáme találatát követően Bobál is kipótálozza az egyik belsőt. Kapott egy szép labdát Valentertől. Ő is megcsinálja a maga átlépősét, befelé húzza.
írtózatosan nagy Bobál bomba. 3-1 a kispestieknek. Majd aztán egy labdaszerzés Hangyától. Ide-oda pattog. Erre még Kulcsár lecsaphat, és Kulcsár Présingerrel szemben meg is szerzi. Ó! Micsoda gól! Kulcsár! A 9. percben! Hát nem túlzok, ha azt mondom, hogy lehet, hogy ez a forduló gólja. Már a mezőkövesdeleni Magyar Kupa mérkőzésen is mindkét találkozón, a párharc mindkét meccsén betalált, és a jó forma megmaradt. Hát azért másodjára megnézve, akkor is védhetetlen.